Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ne ijedjenek meg, nem következik egy újabb beszéd. Az elnök úr sajnálja, de hát most az egyszer kénytelen lesz enélkül meglenni. Engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntsem mindannyiukat abból az alkalomból, hogy az új köztársasági alapítvány ebben az évben is átadja azokat a díjakat, amelyeket most már évek óta minden évben február 1-én vagy február 1-jéhez közeledve át szoktunk adni. Azért február 1-én, mert február 1-je a köztársaság napja, és a Demokratikus Koalíció az a párt, amelyik mélyen hisz a köztársaság eszméjében, és azon dolgozunk mindannyian, hogy 2018 áprilisát követően helyreállíthassuk a köztársaságot. Hiszen a köztársaság az, az az államforma, az a politikai rendszer, ami leginkább szolgálja a demokráciát, mindannyiunk jogait és jogbiztonságot. Azt gondolom, hogy az elmúlt években nem csak a politikai rendszer szenvedett, nem csak az emberek szegényedtek el Magyarországon, hanem ez a kormány viszonylag rendszeresen és szisztematikusan tönkretette a kultúrát is, és a kulturális életet is. Létrehozták a Magyar Művészeti Akadémiát, amire hát azt gondolom jobb ötletük is lehetett volna, de hát azt hozták létre, és azt látjuk, hogy ez mire jó. De nem csak az a baj, hogy létrehozták a Magyar Művészeti Akadémiát, majd beleírták az alaptörvénybe, hogy mennyi pénzt kell adni annak az intézménynek évről évre, hanem emellett egyfajta kultúrharcot folytattak minden más ellen. Kultúrharcot folytattak a progresszív magyar kultúra, annak hagyományai ellen, ellehetetlenítettek intézményeket, embereket, művészeti ágakat és területeket. Mi a Demokratikus Koalícióban azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy mutassuk, van egy másik Magyarország, és van egy másik elképzelés a kultúráról, a tudományról és a művészetekről. Ezért adjuk, és ezért próbáljuk ezen a díjon keresztül kifejezni azt, hogy igen, egy másik Magyarországon egy másik kulturális politika is lesz. Évek óta kitűnő emberek, az a kifejezés, hogy kitűnő, az nem is megfelelő, nagyszerű emberek egész sorozata kapta meg ezt a díjat. 2015-ben a magyar történelemnek, vagy a magyar politikának az egyik legkiemelkedőbb alakja. Az elmúlt néhány évtizednek az egyik meghatározó személyisége, a Demokratikus Koalíció örökös és tiszteletbeli elnöke Vitányi Iván kapta meg a díjat elsőként. Tudják, engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Minden héten, amikor bemegyek az elnökségi ülésre, a legnagyobb örömmel látom, hogy Iván ott ül ennél az asztalnál, és mindig úgy érzem, hogy a magyar történelemnek az egyik legfontosabb szereplője, az utóbbi évtized egyik legfontosabb szereplője ül ott, és a legjobb az, hogy amikor már mindenki kicsit el van bizonytalanodva, akkor Iván fölemeli a kezét, és mondanék néhány szót. És higgyék el, hogy ez a néhány szó, ez mindig helyre teszi a dolgokat. Iván, azt remélem, nagyon sokáig köztünk leszel még, nagyon számítunk rád. De hát említhetem még 2016-ból Ungvári Tamást és Vekerdi Tamást, nem kell őket hosszan méltatnom, vagy az elmúlt évből Haraszt István édeskét és Orsós Jánost, akire külön büszke vagyok, hiszen önök is tudják, Orsós János az, aki létrehozta a Sajókazai Roma Gimnáziumot Derdák Tiborral együtt, és azóta is hát nagyon sokat tesznek ennek a célnak az érdekében. Az új köztársasági alapítvány díját azt persze nem úgy osztogatjuk, hogy itten összedugjuk a fejünket, ez egy fontos és komoly intézmény. Van egy díjbizottságunk, van egy kuratóriumunk, ami három kitűnő emberből áll, Balázsovics Lajosból, aki ott ül, Őrsi Mátyásból, aki ott ül, és Fülöp Zsuzsából, aki pedig itt ül előttünk. És ők hárman, nem tudom, hogy mennyit gondolkoztak rajta, milyen sok tanácskozást tartottak, de azt gondolom, egészen kitűnő javaslatot tettek. A mai magyar progresszív kultúra két kiemelkedő képviselőjének adjuk át ma ezt a díjat. Én külön örülök, hogy ez a két valóban nagyszerű és kitűnő művész kapja meg ebben az évben a díjat. Megint hagyj menjek ABC sorrendben, Bornai Tibor és Galkó Balázs.
Én ugyan nem hiszem, hogy túl sokat kell az ő tevékenységüket méltatni, de hát mégis egy ilyen díját adó meg kíván bizonyos formalitásokat, és ezért szeretném megkérni Fülöp Zsuzsát elsőnek, hogy mondja el, ismertesse velünk Bornai Tibor laudációját. Zsuzsa, legyél kétves följön ide. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és előre is elnézést a kicsit rekettes hangomért, de most hála Istennek nem énekelnem kell, viszont annál nagyobb a megtiszteltetés, hogy Bornai Tibor dráni barátomat köszönthetem itt. Úgyhogy egy néhány szót szólnék az ő életművéről. Bornai Tibor rendkívül színes életművel rendelkezik. Születési anyakönyvi kivonatában ugyan a Bornai Tibor név szerepel, de Lár András, zenés társa és barátja, annak idején a dráni becenevet adta neki, ezért barátai, ismerőse és a szakma is évtizedek óta így szólítja. Alapító tagja az 1981-ben alakult KFT együttesnek, azaz korlátolt felelősségű társaságnak, amely a magyar rocktörténet egyik legsikeresebb formációja. Bizonyára mindannyian emlékezünk a Bábú vagy című dalra, ami az 1981-es Táncdal Fesztiválon fantasztikus sikert ért el. Az új hullám betörése volt ez Magyarországra. A fiúk fehérre mázolt arccal, pantomi mozgással nem csak énekeltek, hanem teljes színházi performanszot adtak elő. Sokan érezhettük akkor ebben a dalban a rendszer társadalom kritikáját. A Balatoni nyár az egyik legismertebb daluk, ami Dráni 1985-ben eredetileg Hazel O'Connornak írt. Ő volt az Üvegtörők című film sztárja, és ezzel a filmmel tört be hozzánk a New Wave. A világhírű énekesnő nagyon jó kapcsolatot ápolt a zenekarral, az 1996-os Bál az interneten című Sportcsarnok Billy KFT koncerten Londonból élő net kapcsolatban énekelt velük. A balatoni nyár sikere azóta is töretlen, a most felnövő ifjúság is ismeri énekli, például a Well Hello feldolgozását is közel 2 millióan lájkolták a YouTube-on. 2014-ben barátainkkal az Operaházban jártunk, ahol egy egész estén át élvezhettük a KFT együttes Bál van az Operaházban című koncertjét. Ez volt az első alkalom, hogy opera színpadon egész estés produkciót mutatott be rockzenekar. Sokan ennyi év alatt aktualitásukat veszítik, megkopnak, mi viszont ezen az estén pont ennek az ellenkezőjéről bizonyosodhattunk meg. A KFT dalai, humora, egyedi stílusa, amiben Dráninak is oroszlán része van, ugyanolyan aktuális és hiteles maradt, mint anno sok évvel ezelőtt. A zenekarnak több mint 10 lemeze jelent meg azóta, és nagy örömmel várt fellépője a mai napig a fesztiváloknak. Dráni emellett bejárta a világot, angol és orosz zenésztársakkal létrehozott nemzetközi zenekarával, a Baba Jagával, aminek alapítója és szerzője. Például egyik dala 40 héten átvezette az orosz slágerlistákat. 20 éven át irányította Kont Zsuzsa zenekarát, rengeteg művet komponált az énekesnőnek. A Szabadság szerelem című dalát később nekem is volt szerencsém elénekelni. A rendszerváltozáskor nagyon sokat jelentett számunkra ez a Brodyval közösen írt dal. De írt lemezt Mácsai Pálnak, sőt számos dalát énekelte Somló Tamás is, akivel sok közös fellépésük volt, és magánemberként is nagyon jó barátságban voltak. Dráni gyerek musicaljait, a Mumust, a Hókirálynőt ma is szívesen tartják műsoron a színházak. Emellett évekig közreműködött barátja, Vámos Miklós író népszerű műsoraiban, például a Lehetetlen című televíziós talkshowban is. A közelmúltban nagy sikerű közös estjükkel járják az országot, sőt, egy közös lemezt is megjelentettek. Dráni sok izgalmas filmzenét is írt, legutóbb a Brazilok című filmben hallhattuk szerzeményeit. Dráni igazi polihisztor, írói, dalszerzői munkái mellett fantasztikus képeket fest. Festményei olykor szorosan kapcsolódnak a szövegeihez, egyedi stílusához.
Itt is a humor és a tragikus, melankolikus gondolat egyszerre jelenik meg, élénk színekkel, erős gesztusokkal, Chagall-i mélységekkel megmutatva ezt a különleges világot, amit ő alkotott. Művészi munkája mellett évek óta aktív szerepet vállal a közéletben. Bölcsen, szókimondóan és humorral bírálja a mindannyiunk számára felfoghatatlan és egyre jobban kirekesztő diktatúrát, ami sajnos a művészeti életben is igen erőteljesen jelen van. Felemelte szavát az éhező gyerekek megsegítéséért is, sőt, összefogva művész barátaival, ebben én is részt vehettem, egy közös koncerttel és dallal próbáltuk felhívni az ország figyelmét arra a rettenetes tényre, hogy mennyi gyerek éhezik, fázik, él szörnyű körülmények között ma Magyarországon. A Háttal a napnak című dalban együtt énekeltük. Miért vársz, mozdíts meg végre a szárnyad. Mitől félsz, építsd az égbe a várad. Dráni dalszövegeiben, írásaiban megjelenő egyedi gondolkodásmód, játékos nyelvhasználat és a senkivel össze nem hasonlítható humor nem csak szórakoztat, hanem sokszor el is gondolkodtat bennünket. Sajnos ma Magyarországon egyre kevesebb olyan művész van, aki nyíltan felmeri vállalni véleményét a jelenlegi elviselhetetlen társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális vezetéssel szemben, aki nyíltan kimondja, amit gondol, és barátait, ismerőseit, pályatársait is erre ösztönzi. Dráni, azaz Bornai Tibor ezen kevesek közé tartozik. Köszönjük a sok izgalmas szép koncertet, dalt, festményt, írásokat, és a további művész és közéleti munkához pedig sok kedvet és erőt kívánunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Fülöp Zsuzsának, és most szeretném megkérni Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét, és Kolber Istvánt, az Új Köztársaságért Alapítvány elnökét, hogy adják át a díjat Bornai Tibornak. Köszönöm szépen, kedves Tibor, sajnos zongora, meg ilyesmi nincs itt, de viszont van egy mikrofon, és tiéd a szó, parancsolj. Köszönöm szépen. Nagyon meg vagyok hatva, köszönöm szépen ezt a kedves díjat. Valamelyik éjszaka azt álmodtam, hogy én lettem Magyarország miniszterelnöke. Az embernek vannak rémálmai. És mivel az én álmaim azok néha megszoktak valósulni, tehát a rémálmok is, meg a jó álmok is, szerencsére nem mindegyik, tehát még reménykedem, de azért, mikor felébredtem, gyorsan írtam egy miniszterelnöki beiktató beszédet, csak azért, hogyha véletlenül mégis ez fordulna elő, akkor ne akkor kelljen kapkodni. Ezt egyébként mindenkinek ajánlom. Ez csak egy kicsi papír, az ember hordja a zsebében, és a véletlenül miniszterelnök lesz. Kedves honfitársaim, magyarok! Egy kicsit befüllett itt a levegő ebben a szép medencében, amit a Kárpátok karja ölel körül. Régi, áporodott párák fullasztanak bennünket. Szellőztessünk. Hagyjuk, hogy friss szél járja át a régi szobákat, nyissunk ablakot, élvezzük a nyugat, észak-nyugat felől fújó kedves légáramlatot.
a Kárpát-medence jellegzetes széljárását. Akik haragszanak, igazuk van, de most már csillapodjanak. Akik aggódnak, igazuk van, de most már ne rágják magukat. Akik úgy érzik, igazságtalanság történt velük, azoknak igazuk van, de már ne emészze őket a bosszúvágy. Úgy csináljunk egymásból társat, szövetségest, hogy tekintsünk egymásra társként, szövetségesként. Ez az ország olyan régen áll, hogy itt már mindenkinek igaza van. Itt már mindenki vétkezett, és már mindenki ellen vétettek. Mindenki megérdemli hát a békét. Békét egymással, és békét önmagunkkal. Adjunk azoknak, akik szükséget szenvednek. Miért ne adnánk igazat azoknak, akiknek nincs, amikor nekünk van? Miért ne adnánk türelmet azoknak, akik erre rászorulnak? Ha a haragos embert szelídség fogadja, megszelidül, elfárad benne a harag. Ha a szomorú embert átölelik, elfárad benne a szomorúság. Fáradjon el bennetek a harag, fáradjon el bennetek a szomorúság. Csináljunk egy jó kis kereszthúzatot, aztán lélegezzünk mélyeket. A friss levegőben szabad a lélegzet. A szabad lélegzetből születik a jó gondolat, a barátság, a beszélgetés. A beszélgetésből a tisztelet, a szeretet. Nyíljanak ki az ablakok. És itt a parlament minden ablakát ki kéne nyitni. Azt mondták, szabad. Ez egy olyan 5 perc körüli dal, úgyhogy még nyugodtan vissza. Nagy örülök, hogy én boldogan állok. Akár 10 percet is.
és kimondom. Már hangom remeg, de jó, hogy itt születtem meg. Budapest fölött a hajnali ég, a Mátrában az erdőség, egy darab a szívemből, a Dunakanyar és Visegrád, a Balatonban a Ringónál, egy darab a szívemből, a Nagykörút, a Városliget, a Cimadella a Duna felett, egy darab a szívemből, Debrecenben a nagy erdő, a titokzatos borogókő, egy darab a szívemből. Én itt vagyok, és hirdetem, csak itt egész, és itt enyém az életem. Köszönjük szépen Bornai Tibornak ezt a dalt. Én azt gondolom, sokan ugyanezt érezzük, éppen ezért nem fogjuk hagyni, hogy Orbánék továbbra is itt maradjanak. Ezért fogjuk elhajtani őket többek között. Engedjék meg, hogy tegyek egy személyes megjegyzést, mielőtt tovább lépünk. Gondolom, önök is úgy vannak vele, hogy hát vannak kedvenc mozihőseik, meg színésznőik, meg színészeik, nekem is van. Van egy kedvenc magyar színészem, ott ül, Galkó Balázs. Galkó Balázs régi barátja a Demokratikus Koalíciónak, ha szabad így fogalmaznom. Sokszor föllépett már különböző rendezvényeinken, és mindannyian emlékszünk azokra az alkalmakra, amikor egy-egy József Attila verset elmondott nekünk. De hát Galkó Balázs ennél több, egy nagyszerű színész. Eláruljuk, Balázs, hogy a vasárnap estét együtt töltöttük egy presszóban? Ahol sok más színésszel együtt Cseh Tamás régi dalait hallgattuk közösen együtt. Hölgyeim és uraim, szeretném...